Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 19-én. Mielőtt kezdenék ezzel a jóslással, felhívnám a figyelmeteket a heti akcióra, ami április 25-éig tart. Ebben van egy szerelmi kirakás, ahol feltesszük a kérdést, hogy ő szeret-e téged, és ehhez jön egy név elemzés, ahol összehasonlítom a neveteket. Azt a nevet küld el, ahogy ő téged hív, vagy ahogy te megszólítod őt. A neveket nyugodtan megírhatod, mert ezt nem fogom a videóban megemlíteni, tehát így minden titokban marad. Ami viszont nem titok, hogy mi várható április 19-én, ezt megnézzük a három kérdőjeles jóslásnál, és utána áttérek az asztrológia területére az indiai számítás szerint. És most felteszem az első kérdést, mi az ő terve? Ezt megtekintjük a három kérdőjeles jóslásnál. Ez a kép ott felül mutatja az ő gondolatait, az ő terveit. A 8-as szám arra utal, hogy a múltban volt nála húzavona, nem tudta, hogy milyen irányba kellene tekintenie, most elgondolkozik ezen, és kellenek nála ilyen konkrét célok. Itt a botok több lehetőségre utalnak, de ha mindenütt megpróbál valamit indítani, ebből nem lesz semmi. Neki koncentrálni kellene arra, amit szeretne elérni, vagy a munkáját illetően, vagy a párkapcsolatot illetően. A következő kártya mutatja az ő érzelmeit, és ezt most megtekintjük. Ennek a kártyának több jelentése is van. Mivel itt érzelmekről van szó, mert pontosan az, amit mi itt megtekintünk, számára fontos a belső nyugalom, ez a kiegyensúlyozottság. Amit még a képen láthatunk, az egyik serpenyőben van a szív, tehát itt szerelmi dolgokról van szó, a másik serpenyőben ott van ez a toll, és ennek van egy szimbolikus jelentése, ez az egyiptomi mitológiából van. Mégpedig ez úgy van leírva, ha meghalunk, akkor a lelkünk így mérlegelve lesz, és ha ez olyan könnyű, mint ez a toll, akkor lezártuk a kármikus témákat, mert felszabadultnak érezzük magunkat. Ha a lelkünk nehéz, akkor még mindig benne vagyunk ebben a kerékben, a sors kerekében, amíg a kármikus témákat elrendeztük. Tehát ez a háttere, ez a jelentése itt a képen ennek a tollnak. És mivel így van, itt lelki dolgokról van szó, szerelemről és egy lelki kapcsolatról. És mivel ő ezt érzi, ez olyan megnyugtató számára. Amit ez a kártya még mutat, ez Justícia istennő. Ő mutatja az igazságot és az igazságtalanságokat is. Az lehet, hogy nála igazságtalanságok voltak a múltban, és emiatt elveszítette ezt a belső egyensúlyt, és pontosan ezt szeretné most rendbehozni. Ennél a kártyánál gyakran bírósági ügyekről is van szó, ez is előfordulhat. És most megtekintjük azt, hogy mit közöl veled. Ezt mutatja a harmadik kártya. Amit közöl, az itt látható ezen a képen, és ez azt jelenti,
hogy minden úgy a feje tetejére állt nála, és elveszíti a talajt a lába alól. De itt is van egy megoldás, mert ezt a képet meg lehet fordítani, és akkor másképp látjuk a dolgokat, és pontosan ez lenne fontos számára. Valamit az ő helyzetében másképp kellene tekintenie. És most megtekintjük a kártyát megfordítva. Ha mi ezt a kártyát így tekintjük, akkor másképp látjuk a dolgokat. Megvan ez a könnyűség, ez az elegáns tartás, és a lába alatt ott van a talaj. Ezt ő nem így látja, de te tudsz segíteni abban, hogy ő másképp lássa a dolgokat. Ugyanúgy, mint az érménél, meg kellene nézni mindkét oldalát. Amit pedig mi nézünk meg, ez a napi kártya. Ezen a kártyán a koporsó látható. Természetesen utalhat egy örökösödési ügyre is, és akkor így összefüggésben áll Justícia istennővel, ami utalhat bírósági ügyekre is. De a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, és a koporsó lezár valamit. Itt lehet válás is, és akkor szintén így Justícia istennő hat, szintén egy bírósági ügy. Amit még a koporsó jelenthet, régi kapcsolatok vagy egy idősebb személy. Azon kívül utalhat arra, hogy itt le lesz zárva valami, és lesz egy új kezdet. Most áttérek az asztrológia területére az indiai számítás szerint. Ezen a képen látható az indiai horoszkóp. Ott fent a második kockában van a kos jegye. Az első szimbólum szone, az a napot jelenti, aztán Merkur bolygó, Vénusz bolygó és Uránusz bolygó. Mindez a kos jegyében található az indiai számítás szerint. A nap mutatja a havi témát, a kos jegyénél lehet egy új kezdet. A mai napon a nap találkozik Merkur bolygóval, és együtt hatnak. Ez nem a valóságban van így, hanem ezt úgy képzelheted el. Mi a bolygók mozgását, a holdat, a napot a földről tekintjük, és ha ezek egy vonalban vannak, akkor az úgy érezhető, mintha ők találkoznának. A lényeg az, hogy ez kihat ránk. Merkur bolygónál cselekvésekről, mozgásról van szó, Merkur bolygó aktív, azon kívül utalhat szerződésekre vagy kommunikációra. Itt hat a nap is, kiderül valami, kivilágosodik valami, lehet valamit tisztázni, de ha titkod van, akkor azt tartsd meg magadnak, mert így a nap hatása alatt kiderül, az azt jelenti, ha te ezt elmondod valakinek, akkor azok tovább mondják. A hold kihat a napi eseményekre, a hold a határon van az ikrek jegye és a rák jegye között. A hold ott látható felül, jobb oldalon, az első kockában, németül Mond, tehát MO, ez a holdat jelenti. Délelőtt még az ikrek jegyében van,
ami utal a levegő elemére, a könnyűségre, a kommunikációra, de úgy délután, este felé áttér a rák jegyébe, és lesz egy új energiamező. A rák jegyénél a víz eleméről van szó, tehát érzelmekről, az is lehet, hogy valaki érzékenyen reagál, visszahúzódik. A rák jegyénél vannak családi kapcsolatok is. A napokban már említettem azt, hogy Vénusz bolygó közeledik Uránusz bolygóhoz. Ez kihat a szerelmi élet területére. Uránusz bolygónál meglepetések, változások lesznek. Szaturnusz bolygó a bak jegyében van. Szaturnusz bolygó uralkodik a bak jegye felett, tehát itt jól érzi magát, mert otthon van. Itt ezen a horoszkópon a bak jegye bal oldalon, a második kockában alulról található Szaturnusz SA, ott látható Plutó bolygó szintén a bak jegyében van. Ami érdekes, hogy Szaturnusz bolygó a mai napon Kétúval és Rahúval van összeköttetésben, és itt van hasonlóság, mert Szaturnusz bolygó őrzi a kármikus témákat, és Rahúnál, Kétúnál is a kármáról van szó. Kétú a lefele mozgó holdcsomó a Szkorpión jegyében van, és ott marad jövő év márciusáig. A mai napon, a következő napokban is Szaturnusz bolygó besugározza Kétút, egy jó kapcsolat van közöttük. Itt Kétúnál a múltról van szó, vannak emlékek, de most megvan arra a lehetőség, hogy bizonyos dolgokat lezárjunk. Szaturnusz bolygó egy trigon kapcsolatban áll Rahúval. Rahú ott fönt látható, bal oldalról tekintve a második kockában, a bika jegyében, ahol ott marad jövő év márciusáig. De ez a kapcsolat nem lesz ilyen sokáig, de érezhető a következő napokban Szaturnusz-Rahú trigón. Ez egy jó kapcsolat, mert mindkettő a Föld elemében van, Szaturnusz bolygó a bak jegyében, az a Föld eleméhez tartozik, Rahú a pika jegyében szintén a Föld eleméhez tartozik, itt van egy harmonikus kapcsolat, Rahú utal egy kiútra, egy új lehetőségre, és a Föld eleménél reális dolgokról van szó, anyagiakról van szó, és a munkáról. Ez a kapcsolat segít abban, hogy valamit javítani tudjunk az anyagiakon, a munkahelyi viszonyokon, és ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!